Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Csak a Loki, a DVSC havonta jelentkező magazin műsora. 4 év után újra a dobogón végzett a Loki az NB1-ben. Az utolsó bajnoki fordulóban ismét igazi futballláz uralkodott Debrecenben. A csapat pedig nem okozott csalódást, és magabiztosan győzte le az Újpestet 14 000 néző előtt. Kígyózó sorokban álltak a szurkolók a szektorok bejáratainál az Újpest elleni rangadó előtt. Rég övezett ekkora érdeklődés DVSC mérkőzést. Természetesen minden debreceni reménykedett a győzelemben. Volt, aki többek között Szrögyen Blagojevics személyére alapozta a bizakodását. Nagyon szimpatikus, nagyon jól összerakta a csapatot, látszik, hogy együtt van az öltöző, így kívülről, úgyhogy nagyon jó munkát végez szerintem. Már a bemelegítés idején ezrek ültek a lelátón. Tóth Péter gyermekkorában kezdett szurkolni a Lokinak. Általános iskolás korom óta, 89-90 körül, amikor még a Vágóhíd utcán volt a stadionjuk, és DMVSC volt a nevük. A Loki nem okozott csalódást a drukkereknek. Lagator fejesével már az első félidőben vezetést szerzett, majd a fordulás után Marike találatával lezárta a mérkőzést. Tudtuk, hogy mi a dolgunk, ugye tudtuk azt is, hogy egy győzelem esetén bebiztosítjuk a harmadik helyünket, úgyhogy azt gondolom, hogy így mentünk fel a pályára, végig a kezünkben tartottuk. Talán lehetett volna még ennél is jobban játszani, vagy több gólt szerezni, de azt gondolom, hogy főleg ahhoz képest, hogy ugye milyen tétje volt a találkozónak, abszolút kontrolláltuk és megérdemeltünk nyertünk. Az az alapja, hogyha egy csapatnak van egy jó edzője, nyilván kellenek hozzá jó játékosok, hogy azt a filozófiát létre tudjuk hozni és meg tudjuk mutatni a pályán. Úgy gondolom, hogy erre a játékos állomány is adott volt, nagyon jó minőségű játékosok alkotják a csapatot, meg volt az összhang a magyar és a külföldi játékosok között, úgyhogy az edző pedig amit kért, azt mindenki maximálisan, önzetlenül teljesítette, és megvan az eredménye. A szurkolók régóta vártak egy ilyen szezonzárásra. Ragyogó. Jött ki a végére. Az elején nagyon rosszul kezdődött, a végére minden összejött. A tavaszi remeklést odaadó szurkolással hálálta meg a közönség. Dzsudzsák Balázs szerint a játékos keret és a tábor újra egymásra talált. Örülök, hogy igenis bíztunk egymásba, megadtuk egymásnak a kellő tiszteletet, és mindenki a saját dolgára fókuszált, és ennek az az eredménye, hogy Debrecen ismét ott van. Nyilván sok lépés van még előttünk, de ott van ismét, ahol elvárják az emberek, ahol hozzászoktak, amihez hozzászoktak az emberek. Úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy Debrecen ismét dobogóra lépett, érmet tudott szerezni. A csapat kapitánya egyfajta személyes küldetésnek érezte, hogy sikeres szerepléshez segítse a DVSC-t. Ezt mondtam, hogy ezért jövök, és ezért esett abban az időben a Debrecenre, hogy igenis akkor kell hazajönnöm, mert NB2-ben segítségre volt szüksége a csapatnak, és megfogta azokat a játékosokat, akik tudják azt, hogy mi az, hogy Debrecenért küzdeni, mi az, hogy Debrecenhez tartozni, úgyhogy nagyon örülök, hogy most ezzel tettem ismét egy bizonyatot, hogy amit mondok, azt szeretem is tartani. Nem Dzsudzsák Balázs volt az egyetlen nagy hazatérő a közelmúltban. Varga Kevin februárban csaknem 3 év elteltével csatlakozott újra a Lokihoz. Bíztam abban, hogy a csapat a dobogón végezhet. Tényleg egy nagyon jó játék és nagyon jó társaság volt kialakulóba. Hál' Istennek tényleg itt az utolsó hetekben be tudtuk húzni azokat a mérkőzéseket, ami sorsdöntő volt, és ennek eredménye volt, hogy ma 14 000 ember látogatott ki, szenzációs hangulat volt, nem volt ma más eredmény, mint hogy nyerjük ezt a mérkőzést, nagyon örülök, hogy ez sikerült a csapatnak. A játékosok szerint a sikert még édesebbé teszi, hogy néhány hónapja kevesen gondolták volna, hogy a végelszámolásnál az élmezőnyben lesz a csapat. A szezon elején nagyon mélyről indultunk, és most itt arról beszélünk, hogy bronzérem és konferencia liga selejtező. Nyilván ennek most örülni kell, ez most az az időszak, amikor méltán ünnepelhetünk. Aztán egy jól megérdemelt pihenő után megreméljük, hogy innen folytatás. A házi gólkirály Dorian Babunski az első európai kupa szereplésére készülhet. Határozottan jó döntés volt ide szerződnöm, ennek már majdnem 2 éve. Boldogan tekintek vissza arra, amin közösen keresztül mentünk. Voltunk lent és fent, de mindig próbáltunk előre haladni, és azt hiszem, főleg az utóbbi 2-3 hónapban megmutattuk, hogy jó csapat vagyunk, kivívtuk a tiszteletet. A klubnak az eredmények, nekem a gólok jöttek, szóval boldog vagyok.
Hogy a mostani sikerig milyen rögös utat járt be a Loki, jól példázza, hogy Dzsudzsák Balázs két éve még az MB2-es bajnoki trófeát emelhette a magasba, ezúttal viszont már az első osztályban zárt a dobogón a DVSC, 2019 után először. Srigyan Blagojevic az NB1 legeredményesebb edzője. A szerb vezetőedző a 9. fordulóban vette át a DVSC irányítását, márpedig azóta a debreceni együttes szerezte a legtöbb pontot. Stabilabb lett a védekezés, a Loki idegenben is megtanult győzni, így lett a kieső jelöltből dobogós csapat. Az utolsó előtti fordulóban a Ferencváros elleni mérkőzésen vette saját kezébe a sorsát a DVSC. A Loki több mint egy évtized elteltével nyert ismét a Fradi otthonában, és ezzel fellépett a dobogóra, ahonnan már nem is lehetett letaszítani. A bronzérem megszerzése az Újpest elleni 2-0-es sikerrel vált biztossá. Olyan volt ez a mérkőzés, mint az ősz óta, az ősz közepe óta az egész játék. Nem csak az eredmény volt nagyon jó, hanem szerintem a játék is tök jó volt, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok az egész csapattal, és tényleg bárki játszik, mindenki olyan jól játszik, hogy öröm nézni most a csapatot. A DVSC nagy utat járt be a dobogóig. A szezon elején többnyire az alsóházhoz tartozott, majd sokáig a középmezőnyben küzdött. A harmadik helyen először márciusban állt. Ha csak a 9. fordulótól számítjuk a pontokat, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, akkor az első helyen vagyunk. Héttel több pontot szereztünk, mint a bajnok Ferencváros. Mi mást mondhatnék, ez fantasztikus. Boldog vagyok, csodálatosan éreztem magam ma este. Srdjan Blagojevic irányításával tavaszra a Loki két korábbi problémája is megoldódott. Eredményesebb lett az idegenbeli játék, és összeállt a védekezés. Az utolsó 8 fordulóban mindössze 2 gólt kapott a csapat. Leginkább a játékosokat szeretném méltatni, ez az ő sikerük. Az egész szezonban fantasztikusak voltak, remek volt a munkamorájuk, jól dolgoztak. Természetesen a sikerhez a klub minden egyes dolgozója kellett, de mégiscsak a játékosok az elsők. A jó szereplést a szurkolók is meghálálták. Az Újpest elleni szezonzáron 14 000 szurkoltak a helyszínen a csapatnak. A játékosok is ilyenkor azért szerintem elgondolkodnak. Aztán utána, hogyha nincsenek ennyien, akkor egy kicsit rossz, de egyébként ezért focizunk amúgy. Tehát lehet itt minden, lehet, nyilván a focizunk a sikerért, focizunk a pénzért, focizunk egy csomó dologért, de a legfontosabb szerintem ez, hogy amit itt kap az ember a pályán. Srdjan Blagojevic szerint magasra tették a lécet a bronzéremmel, várhatóan az elvárások is nőni fognak a következő szezonban. A szakember úgy gondolja, hogy a tartósan eredményes szerepléshez néhány változtatásra is szükség lesz. Beszéltem a vezetőséggel, és egyetértettünk abban, hogy ahhoz, hogyha szeretnénk megtartani ezt a szintet, akkor egy-két helyen változtatnunk, fejlődnünk kell. A következő időszakban tehát a fejlődés lesz a legfontosabb. A DVSC jövőre több fronton is bizonyíthat, hiszen bronzérmesként elindulhat az Európa Konferencia Liga selejtezőjében. Az első év után összességében sikeresnek értékeli a tulajdonosváltást a DVSC Futball ZRT cégvezetője. Makrai Balázs szerint a klub stabilabb lábakon áll, és erre lehet alapozni a jövőt. Az új tulajdonosi kört képviselő Ajkieri Cengel rendkívül elégedett az első debreceni szezonnal, és optimistán tervezi a jövőt. Nem indult fényesen a szezon a DVSC számára. A debreceniek João Janeiroval kezdték a bajnokságot, de a portugál vezetőedző mindössze 6 meccsen ült a kispadon, 4 döntetlen és 2 vereség után távozott. A helyére érkező Srdjan Blagojevic nem kapott könnyű örökséget, de hamar ráncba szedte a csapatot. A Loki a 7. helyen telelt, aztán meg sem állt a dobogóig. Úgy gondoljuk, főleg a tavaszi szezont nézve is értékel, hogy nem érdemtelen, hogy a végén a dobogóra oda kerültünk. Nyilván ez az eredmény arra ösztökél minket, hogy minél jobbak legyünk, illetve talán megerősít abban, hogy jó úton járunk, de azért vissza is kell jönni a földre. Makrai Balázs szerint a siker titka, hogy rend van a pályán, és ami legalább ennyire fontos, azon kívül is. Úgy tűnik, bevált a tavaly nyári tulajdonosváltás. A klub valamivel szervezettebbé vált, bizonyos olyan pozíciókra tudtunk embereket találni, amelyekre korábban nem volt lehetőség. Erősödött a marketing, sales és az ilyen közösségi médiában való szerepvállásunk. Úgy gondolom, hogy a szurkolókkal is megtaláltuk a hangot. A Lokinál bíznak a tavaszi menetelés főszereplőiben.
Az első számú kapus, Megyeri Balázs és helyettese, Márko Milosevic például a közelmúltban meghosszabbította a szerződését a klubbal. A cél, hogy a kulcsemberek a következő szezont is itt kezdjék. Az elsődleges feladat az, hogy ezt a csapatot jó részt egyben tartsuk és meg is erősítsük, és a szemléletük az ne változzon semmit, hiszen én úgy gondolom, hogy aki látta a mérkőzéseinket, egy dolgot azt nem tudott letagadni, hogy ez a társaság minden mérkőzésen az utolsó pillanatig szívét, lelkét kitéve küzdött az eredményért, a csapatért és a szurkolókért. A bronzérem megszerzése után eldőlt, hogy Sztrögyem Blagojevics is marad. A vezetőedzőt az elmúlt hetekben több csapattal is hírbe hozta a nemzetközi sportsajtó, de szakmai stábjával együtt 2025-ig hosszabbított a Lokival. Beváltotta a minden reményünket, látszik, hogy a csapat stabil, látszik, hogy küzdenek, látszik, hogy az öltöző rendben van, látszik, hogy elfogadták vezetőnek. Én úgy gondolom, hogy kiváló döntés volt, ezért is hosszabbítottunk vele szerződést. A klub vezetése már a nyári játékos mozgásokról is egyeztet a vezetőedzővel. Makrai Balázs szerint tavaly nyáron több játékos érkezett a Kelleténél, például erre is megoldást kell találni. Az már biztos, hogy a középhátvéd Sylvain Deland távozik, és a tavaszt kölcsönben a Ferencvárosban töltő Barát Péter sem tér vissza a DVSC-hez. Az még mindig tény, hogy talán a keret nagysága a létszámilag nem az ideális, talán több, mint ami kellene. Erről természetesen beszélgetünk a vezetőedzővel, a sportigazgatóval. Én azt tudom ígérni, hogy erősebb csapatunk lesz, mint ebben az évben volt. Megvannak a szabályaim, amelyeket mindenki ismer. Az öltöző és a pálya a játékosoké. A lelátó viszont a nagyfiúké, a szurkolói, az ultráké. Én menedzselem a csapatukat, de ez az övék. Nagyon tisztelem őket, hiszen ők is tisztelettel fordulnak felém. Így jellemezte a szurkolókkal való kiváló kapcsolatát Ike Thierry Cengel. A klubelnök az első perctől fogva megtalálta a közös hangot a drukkerekkel, akik hosszan éltették őt a bajnoki bronzéremmel végződő szezon után. A Loki a gyenge szezonkezdés után jutott el idáig, és vívta ki az indulás jogát a konferencialiga selejtezőjében. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tavaly nyáron érkezett új tulajdonosi kör rögtön az első évében, 4 év kihagyás után a dobogóra vezette az együttest. Minden fejben dőlt el, azt gondolom, nagyon erősek vagyunk mentálisan. Többen is harcot vívtak a másodiktól az ötödik helyért bezárólag. Ám amikor más csapatok kezdtek szétesni a szezon végére, mi erősek maradtunk. Látszott, hogy nagyon akarjuk ezt a sikert, és össze is jött. A sportvezetőnek az Újpest elleni záróbajnoki mellett a Ferencváros elleni idegenbeli győzelem volt a személyes kedvence az idényben. Az Újpest elleni utolsó találkozó remek volt, na de a Fradi elleni, 3-1, az parádés volt. A klubelnök a sportteljesítmény terén mindennel elégedett volt. Összesen egy dolog az, ami miatt van egy kis hiányérzete. Ha valamit említenem kéne, az a szurkolók száma. Elképesztő volt látni 14 ezer embert a lelátókon, de szeretném, hogy minél többen kijöjjenek, és általánosságban is sok ember legyen a stadionban. Ez az egyik legszebb létesítmény az országban, talán az első háromban is benne van, ahogy maga a csapat is. A játékosok jelenleg pihennek, ő viszont folyamatosan dolgozik, mivel a konferencialiga indulás némileg megváltoztatta az átigazolási terveket. Mindenki tudja, hogy amennyiben nemzetközi kupában futballozol, nagyobb a költségvetés és több pénz kell. Tanulmányozzuk az összes játékost, egyeztetünk az edzővel, kiszámoljuk, hogy mi fér bele, és mire van szükségünk a következő szezonhoz. Szükségünk van néhány új játékosra, de a régieknek is meg kell adni a lehetőséget. Nélkülük ugyanis most nem lehetnénk ebben a pozícióban. A klubelnök nagy várakozásokkal tekint a konferencia liga elé, de szeretné, ha minden sorozatban megállná a helyét a Loki. Engem is izgat a konferencia liga szereplés, de a következő idény is. Mi nem az a klub vagyunk ugyanis, amely csak a nemzetközi futballra koncentrál. Mindenki írás számít, bajnokság, magyar kupa és a nemzetközi mérkőzések, ahogy az akadémiai működésünk is. Én azt szeretném, hogy minden egyes kiírásban a legjobbunkat nyújtsuk a jövőben. A tervek szerint a következő hetekben bejelentik az új érkező őket, és várhatóan új szponzorok is érkeznek majd az együtteshez. Az első csapathoz hasonlóan a DVSC 2 is egészen az utolsó fordulóig versenyben volt a harmadik helyért, az MB3 keleti csoportjában. A fiatalok végül lemaradtak a dobogóról, de így is kiemelkedő szezon tudhatnak maguk mögött.
A bajnokság egyik legfiatalabb keretével vágott neki a szezonnak az NB3 keleti csoportjában a Kisloki. Tapasztalatlansága ellenére a csapat végig bátor, támadó focit játszott. A klubvezetés előzetesen a bemaradást fogalmazta meg elvárásként, de hamar eldőlt, hogy többre hivatott az együttes. Végül a negyedik helyen zárt. A játékosok fejlesztése volt a fő hangsúly ebben az évben, illetve a felnőtt futball való beintegrálódás, és azért is mondom azt, hogy maradéktalanul teljesítettük, mert minden a futballban, minden szegmensben azt gondolom, hogy tudtunk erről lépni. A DVSC 2 többnyire gólgazdag meccseket játszott a szezonban. Az 57 kapott góllal nem elégedettek, viszont 84-et lőttek, ami a második legtöbb a teljes mezőnyben. Ez már felnőtt futball, tehát hogy itt már inkább taktikára is rám mennek a csapatok. Szerencsére, hogy sok gólt tudtunk rúgni, az egy nagyon nagy érdem, a védekezés részén pedig valóban csiszolni lehet. A fiatalok ezzel együtt úgy érzik, hogy tudatosabb lett a játékuk. Sokszor éppen a fegyelmezettségüknek köszönhették, hogy meg tudtak nyerni egy-egy mérkőzést. Taktikai szempontból rengeteget fejlődtünk, mint egyénenként, ugyanúgy, mint én, mint csapatként, és ez volt a kulcsa szerintem az egész szereplésünknek, hogy mindenki azt a taktikai utasítást el tudta végezni, ami ki volt számára adva, és ezzel tudtuk sokszor az ellenfeleket meglepni. A taktika részben adott volt, az ugyanis a klub filozófia része, hogy az NB3-as csapat játéka igazodjon az első csapat stílusához. Itt azért már elég közel vannak a srácok az első csapat ajtajához, és igazából természetesen szeretnénk nekik egy olyan mankót adni, hogy meg valamilyen szinten asszimilálódni az első csapat játék stílusához is, hogy ezeket az edzéseken azért gyakorolgattuk, mérkőzéseken alkalmaztuk. Izgalmas taktikai feladatot kapott például a balhátvéd Fábián Bence is, aki hasonló szerepkörben futballozhatott, mint Ferenci János. Ugye ez arról szólt, hogy labda kihozatalnál beforgok hatos pozícióba, és akkor egy ilyen három védővel próbáljuk kihozni a labdát, középpályán próbáltunk létszám felint kialakítani, és igazából ez az, amit az első csapat alkalmazott, és ezt szerintem teljes mértékben meg tudtuk valósítani. A felsőház a bajnokság végéig kiélezett volt. Ahhoz, hogy a csapat végig versenyben legyen a dobogóért, nagy hajrára volt szükség. A Kisloki március végén kapott ki utoljára. Ezután bekerült a kezdőcsapatba Lipcsei Péter. Mondhatni, hogy nem szerencsem alatt voltam, tehát az utolsó 10 mérkőzésen léptem pályára kezdőként, akkor szerencsére 2 döntetlen és 8 győzelemmel zártuk így a mérleget. Egyszer-kétszer így poénkodtunk ezekkel, hogy a számok nem hazudnak. Tehát így próbáltuk így a csapattal viccesen felfogni az egészet, de ez a csapat érdeme. A Kisloki tehát sikerélményekben gazdag szezon zárt. A játékosok most a pihenőjüket töltik, de június 19-én már el is kezdik a felkészülést a következő szezonra. Soha nem látott eredményes évet zártak a DVSC Labdarúgó Akadémia korosztályos csapatai. A Loki fiataljai 3 kiemelt bajnokságban is az élen végeztek, amely országosan is egyedülálló teljesítmény. Szép megoldásokban és tetszetős gólokban idén sem volt hiány a DVSC Labdarúgó Akadémia csapatainak mérkőzésein. A Loki utánpótlás együttesei a Pallagi edzőközpontban játszották a hazai bajnoki meccseiket, melyek az esetek többségében debreceni győzelemmel értek véget. Mindig azon vagyunk, hogy a képzési programnak megfelelően végezzék el a feladataikat a játékosok, és végeztessék el velük a szakembereink. Ez technikai, taktikai, fizikális és mentális oldal, és az, hogy ilyen ragyogon sikerült eredményesen szerepelni, hát ez azt gondolom, hogy valóban nem mindennapi. A 6 és 13 év közötti korosztályok szépen haladnak a technika és a taktika elsajátításával, és létszámbeli problémák sincsenek. Az idősebbek talán még emlékezetesebb szezont produkáltak. A kiemelt bajnokságok közül az U14-es, az U15-ös és az U16-os együttes is bajnoki címet ünnepelhetett, amely országos szinten egyedülálló. Nagyon jó volt látni azokat a boldog arcokat, amikor ugye lefújták a mérkőzéseket és a gyerekek futottak be a pályára, hát elérzékenyült az ember, mert tulajdonképpen az a legfontosabb, hogy a gyerekek boldogak legyenek és úgy fejlődjenek, és ez nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy a 14-eseknek hamarabb lett vége a mérkőzésüknek is, sprinteltek át, ahol a 15-ösök játszottak arra a pályára, és szurkoltak az utolsó percekben, és a mérkőzés lefolyása után pedig, hogy berohantak az
örömükbe ugráló 15-ösök, tehát az fantasztikus látvány volt. Az idősebb korosztályok játékosai is eredményesen szerepeltek, az U19-es együttes legjobbjai pedig már az MB3-as Kislokiban is rendszeresen pályára léptek. Nagyon sok gyerek már az MB3-ban játszik, olyanok is, akik még jövőre is ifikorúak, már ott léptek pályára, tehát őnekik nehezebb a helyzetük tulajdonképpen, mert a legjobbak, akikben benne van a előrelépési lehetőség, mert vannak, akik hamarabb érnek, vannak, akik később érnek, tehát azok nélkül kell nekik játszaniuk, de azt gondolom, hogy ők is szépen teljesítettek. Herceg András a spanyol Villarreallal kötött 3 éves partneri szerződésre szintén nagyon büszke. Az együttműködésből már az első évben sokat profitált a DVSC labdarúgó akadémiája. A kisebb korosztályoktól a nagyobb korosztályokig is rengeteg meetinget tartottak az edzőknek, gyakorlati foglalkozásokat bonyolítottak le. Én azt gondolom, hogy nagyon harmonikusan tudtak a kollégák dolgozni a Villarreálos szakemberekkel, és mindenképpen nagyon pozitívnak tartom az itt tartózkodásukat, titlétüket. Ráadásul emberileg is 3 kiváló szakember van itt, és tehát biztos vagyok benne, hogy a továbbiakban is egy nagyon gyümölcsöző kapcsolat lesz. A spanyol edzők teljesen új szemléletet hoztak magukkal az akadémiára. Ők nem azt mondták, hogy ez jó, nem azt mondták, hogy ez rossz, hanem ők mindig úgy adták elő, hogy közösen gondolkodva, hogy az edzők is tulajdonképpen át tudják adni a gyerekeknek ezt a fajta mentalitást, ezt a féle gondolkodást. És azt gondolom, hogy nagyon jó irányba megy a dolog, nagyon jó felépített metodika alapján folytak itt ezek a úgymond belső képzések. Nagyon sok újdonságot hoztak, ami már most látszik, hiszen ha minél többen adnak instruktort, minél többen ott vannak a gyakorlatoknál, és mindenkinek megvan a feladata, hogy melyik gyereket hogy kell instruálni, vannak a védőket, vannak a támadókat, azt gondolom a gyerekeknek nagyon hasznos, és ezt tapasztaljuk itt a gyakorlatban is. A DVSC labdarúgó akadémia több nemzetközi tornán is eredményesen szerepelt. A debreceni fiatalok többek között görög, spanyol és szerbél csapatok ellen is helytáltak. A klubnál fontosnak tartják, hogy a játékosaikat minél hamarabb megismertessék a különböző futballkultúrákkal. A 14-esek voltak Athénban egy nagyszerű tornán, a 15 éveseknek itthon volt ugye az akadémia 10 éves fordulója alkalmában rendezett esemény, ahol a Villarreal, Vojvodina, Kolozsvár, tehát rangos csapatok voltak, nagyon színvonalas mérkőzéseken vettek részt a játékosaink. És most a Vojvodinához látogat majd 8-9-10-én júniusban az U16-os korosztály. A cél, hogy a következő évben is hasonlóan eredményesen szerepeljenek a kiemelt bajnokságokban a DVSC labdarúgó akadémia utánpótlás csapatai. De ami még ennél is fontosabb, hogy minél több saját nevelésű fiatal kerüljön fel az első csapat keretéhez. Játékunk következik. A klub támogatásával adásról adásra értékes nyereményeket sorsolunk ki a helyes választ beküldők között. Lássuk az e-havi feladványt. Játszon a Csakalokival és nyerjen! Hány bajnoki gólt szerzett a szezonban a házi gólkirály Dorian Babunski? A megfejtéseket a media@dvsc.hu e-mail címre várjuk július 7-éig. A helyes válasz beküldők között egy Loki ajándékcsomagot sorsolunk ki. Előző adásunkban az alábbi kérdésre kerestük a választ. Melyik csapat ellen játszotta a 300. tétmeccsét a Lokiban Bódi Ádám? A helyes válasz a Zalaegerszeg ellen. Előző játékunk nyertese Simicskú József. A DVSC magazin műsorát látták. Új adással legközelebb augusztusban jelentkezünk. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!